Második alkalommal szervezett internetes jótékonysági árverést a Sport Alkímia Alapítvány. Az aukción többek között licitálni lehetett Szilágyi Áron vívókesztyűjére, amelyet a londoni olimpiai döntőben viselt. Drágóczi Rita világbajnok is tett felajánlást, a következő percekben vele és Paján Viktor Euroliga győztes vízilabdázóval, az alapítvány kurátorával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Reggelt. Hát ugye az alapítvány tevékenységéről már volt alkalmunk beszélni a korábbi évben, de azért majd szeretném egy picit kitérnénk erre, de azért ez nagyon-nagyon jó dolog, amikor az ember azt hallja, és az előbbi témánk is hasonló volt, hogy nem arról van szó, hogy létrejön egy alapítvány lelkesedésből majd mondjuk egy szezon után gyakorlatilag elhal, hanem ezek szerint folyamatos a tevékenységetek, és úgy látom, hogy legalábbis a tárgyak vonatkozásában abban is egy picit, mint hogyha úgy észszerűbb mennyiségben gondolkodtatok volna, nem? Például, hogy jól látom ezt a kérdést. Jól látod, hát ugye mi is tanuljuk ezt a dolgot, mert a szándék részünkről az megvolt, megvan. Tavaly egy kicsit a tárgyak mennyiségében valóban többet vállaltunk be, mint ami... Ami persze gondolom a végösszeg tekintetében nem volt probléma, itt inkább talán csak az, hogy a mennyiséget kezelni kellett. Hát igen, a szervezési feladatokat kicsit megnehezítette, de ez egy, hogy mondjam, ez nem egy terhes feladat, mert nagyon jó érzést nézni, ahogy licitálnak ezekre az erekékre, és tényleg olyan jó érzéssel tölti el az embert, hogy valaki a túloldalon ott tényleg ezt komolyan gondolja, és akar segíteni. Uh-huh. Úgyhogy ezek szuper dolgok, és mondhatom, hogy ahhoz mérten, hogy mi alapvetően pici alapítvány vagyunk, kevesebb háttértámogatása, egy nagyon szép összeg jött össze. Ki fogunk majd mindjárt erre is térni, viszont az érdekel, Rita, hogy te mit ajánlottál fel, és egyáltalán a felkérés ilyen szempontból meglepett, tehát részben kollégákról van szó, szabad így fogalmazni, és hát gondolom, hogy a cél maga is fontos lehet számodra. Nekem első alkalom, hogy a tárgyakat, illetve az enyémet és a csapattárgyait föl tudjuk ajánlani árverésre, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy tényleg ilyen... Van egy csapatzászló, ugye? Van egy csapatzászló, van egy hetes az én sapkám aláírva a csapat tagjai által, illetve egy saját úszódressz. Uh-huh. Ezek mind ugye most a londoni olimpiáról származó erekék, ha szabad így fogalmazni. Igen. Hát ugye ezekben talán éppen ez a legértékesebb, ez a frissesség. Tehát amikor az ember azt látja, hogy néhány héttel, jó, már lehet, hogy egy-két hónap is volt talán, bár még a két hónap az nem stimmel, ugye láthattunk téged például ebben az úszodrezben vízbe szállni, és a többi, az ember tényleg úgy érzi, hogy úristen, ezek valóban kézzelfogható közelségben vannak ezek a tárgyak. Nem esik nehezedre egyébként például megválni egy ilyen dologtól? Nem, abszolút nem. Én nagyon örülök, hogy igazából jó helyen lesz, és igazából, ahogy a Viktor is mondta, nagyon-nagyon jó maga az ötlet, a felajánlás is az, hogy segíthetünk ugye a gyerekeknek az összeggel. Igen, mert hát ugye azért ezt akkor ne felejtsük el mondani, hogy tulajdonképpen a Sportalkímia Alapítvány, mint ugye az aranyművesek alapítványa ilyen szempontból, vagy az aranykeresők alapítványa, hát elsősorban tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatal sportolók segítségét célozza meg, ugye, mint alapvető cél. Igen, így van. Teljesen nyitott pályázataink vannak, tehát gyakorlatilag bárki írhat nekünk, és általában a keretösszegig mi ezt minden esetben pozitívan el is szoktuk bírálni, tehát nem mérlegelünk, hogy olimpiai sport, nem olimpiai sport. Ezt maga egyébként a kuratórium dönti el, hogy így akkor van. Ez hogy nézzen ki? Uh-huh. Így van. Volt már nekünk olyanunk, akinek melegítővel tudtunk, egy hungaris melegítővel tudtunk segíteni, volt olyan, akinek egy repülőjegy megvásárlásával. Azt láttam például, hogy egy akár egy versenyre való elutazás, mondjuk egy kvalifikációs viadalra való eljutás, az sok esetben sorskérdés egy ilyen sportoló életében. Így van, ez így alapvetően, ha az egész folyamatot nézünk, egy sportolói folyamatot, ez lehet, hogy apróságnak tűnik, de ahogy mondtad, lehet, hogy azon a versenyen fog egy olyan eredményt elérni, ami tovább motiválja őt a küzdelembe, lehet, hogy egy apró kis jelzést kap, szóval azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek a sportban sem, de az élet más területén sem,
és hogyha sok ilyen pici dologgal tudunk mindenki a saját területén hozzá tud tenni a sporthoz, akkor az összeáll egy nagy egészség. Pontosan ezt akartam kérdezni, tehát most ha csak az olimpiai menetelésetekre gondolok, akkor az ember tudja, hogy a nüanszoknak mekkora jelentősége volt, akár pozitív, akár esetleg negatív értelemben. De visszaemlékszel-e mondjuk a pályád elejére ilyen szempontból, hogy sok esetben nagyon jó lett volna, hogyha egy kis aprósággal valaki valamivel tud segíteni, de mondjuk éppen ez nem volt elérhető? Nekem nincs hiányérzetem, hogyha visszatekintek. Általában én azért pozitív ember vagyok, és pozitív gondolataim vannak. Nagyon sokat tett a családom érte, a körülöttem lévők, és hát nyilván a maguk mondja, mindenki támogatta a pályafutásomat. Én nagyon sokat utaztam, úgyhogy leginkább ebbe volt az, hogy támogassanak mindenképpen, volt, hogy értem, jöttek, kivittek. Nyilván ezek a dolgok nagyon-nagyon tudnak segíteni egy sportoló életében, aki mellesleg még iskolába jár, és ezer meg ezer dolga van. Tehát egy anyagi hozzájárulás azért nagyon tud lökni. Világos. Viktor, egy picit még beszéljünk arról, hogy azért maga ugye az alapítvány nyilvánvalóan kézzelfogható kapcsolatot tart ezekkel a fiatalokkal. Van-e arra mód, mert azt tudom, hogy motivációs tréningeket is tartotok sok esetben, akár vállalati szinten, akár mondjuk nem tudom, hogy a sportberkein belül van-e erre igény, de a fiatalokkal szoktatok-e úgy találkozni, vagy érzitek-e azt a fajta, hogy mondjam, plusz hozadékát az együttműködésnek, amikor egy fiatal tehetség mondjuk egy vidéki klubból találkozhat veletek, és személyesen érzi azt a segítséget, amit az alapítvány élsportolók által nyújt neki, tehát mondjuk úgy a legautentikusabb környezetből. Hát mi ezt fő célkitűzésünknek tűztük ki, hogy mind a ketten az alapító társammal ugye az élsportban nőttünk fel, és azt tapasztaltuk, hogy az edzéseken túl mindig kell valami plusz beállítódás, valami személyes attitűd, amit ha valaki ráérez, vagy van egy jó edzője, aki megtanítja neki, akkor bőségesen túl tudja szárnyalni a saját teljesítményét. Hogyha... Gottan kapcsolod ki. Nem, ez ébresztő van. Ja, értem. De jó, hogy megfelébredtél. Igen. Hogyha nincs, akkor kell egy külső segítség, aki fölvállalja ezt a szerepet, és mi a sportalkémiával ezt próbáljuk úton útfélen hirdetni, terjeszteni, hogy mik azok a tulajdonságok, mi az a hozzáállás, amivel komoly sikereket el lehet érni, akár a sportban, akár a magánéletben, de akár az üzleti életben is. Szálltalatok szerkesztett könyv üzenete is egyébként, amiről már ugye tavaly évben is beszéltünk, alapvetően ezt hordozzák, és hát ugye olyan klasszisok nyilatkoznak benne a saját pályájukról, Benedek Tibor, és még sorolhatnánk tényleg egészen pazar a névsor, nyilván veletek együtt, akik gondolom megjárták ezt az utat, tehát tudják, hogy mik azok a tényezők, amik a sikerhez kellenek. Viszont beszéljünk most arról, hogy akkor ezekből a csodálatos erekékből az idei esztendőben, ugye a Vatara segítségével, ha jól tudom, milyen összeg gyűlt össze? Tehát mi lehet az, amire majd lehet pályázni? 221 000 forint. Igen, és ebből egyébként nagy büszkeséggel tölt el, hogy a női válogatott terekjéi vitték a pálmát. Na, hát ez fantasztikus. Ezt gondoltad volna, Rita, hogy a tiétek lesz a legértékesebb? Nem, én egyáltalán nem. És pont tegnap még föl is mentem a Vaterára megnézni, gyakorlatilag egy fél nap alatt ugrott duplájára. Tehát büszkeséggel tölt el, hogy a csapat igazából így felhívta magára a figyelmet. És hát jelen... nagyon azt gondolom, ez a londoni szereplés is természetesen, meg az egész csapat, ugye, ahogy azt gondolom, Erész András kezeli és tálalja ezt a társaságot minden szempontból, ez egy nagyon pozitív üzenet, és hát nagyon sokra hivatott meg ez a gárda. Bízom benne, hogy a jövőben ezt is fogjuk látni. Úgyhogy jó helyre ment, ezek szerint ez egy kiváló döntés volt, gondolom ez jó érzés, ugye, hogy ez nem egy hiába való érzet volt, hogy az ember megszabadult idézőjelben valamitől, amin egyébként neki nyilván becses. Persze, ez abszolút, úgymond, hát ahogy fogalmaztam, tényleg büszke vagyok rá, hogy segítetek ezáltal is az utánpótlás sportolóknak. Abszolút nem fog úgymond hiányozni, mert tudom, hogy jó helyre megy. Nagyon, nagyon jó érzés.
Na hát szuper, akkor csak így tovább, és akkor mondom, ezek a kezdeményezések, ahogy már mondhatni, kezdenek szokássá válni, akkor ezek maradnak is az alapítvány tevékenységében, úgyhogy és nem kell nyilván egy újabb olimpiát megvárni, hiszen a tavalyi esztendőben is volt erre példa, úgyhogy akkor további jó munkát nektek, és köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.